A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei főügyészség 2023. február 17-én emberülés, életveszélyt okozó testi sértés és súlyos testi sértés büntette miatt emelt vádat, azzal a 34 éves, büntetett előéletű férfival szemben, aki rendszeresen egy esetben közvetlen életveszélyes sorozatbordatörést, egy esetben újcsonttörést okozva bántalmazta, és végül 2021. szeptember 3-án este 8 óra körüli időben karcagi otthonában dulakodás közben megfojtotta az édesapját. Az ügyben tartott tárgyaláson most tanúvallomások felolvasására került sor. Elsőként az egyik utcabeli tanúvallomását olvasta fel a bíró. Elmondani kívánom, hogy ismerem a családot, mert a szemben lakó szomszédaim, de velük szorosabb kapcsolatom nincs, mert nem érdekelnek. Én nem foglalkozom velük, mert problémás az apa is, de csak velük van baj, amikor alkoholt isznak, de az szinte mindennapos, csak akkor nem isznak, ha nincs pénzük. A gyerek agresszívebb, mert szoktam őket, kettőjüket, de leginkább a gyereket szoktam hallani, hogy kiabál meg, esténként csapkodja az ajtót. Többször láttam már a házuk előtt rendőrautót, de hogy miért volt kint a rendőrség, azt nem tudom megmondani, mert én nagyon ritkán beszélek velük, nem érdekelnek. A tárgyaláson egy országos mentőszolgálatnál dolgozó mentés irányító, valamint a helyszínre érkező háziorvos tanúvallomásának felolvasására is sor került. A test tapintáskor a bőrt hűvösnek éreztem. Arra már nem emlékszem, hogy a test első oldalán voltak-e hullafoltok és milyenek. Arra azonban igen, hogy a fején, az arcon több sérülést is láthattam. A szem környékén, a halántékon. Ezekből a jelekből arra következtettem, hogy a sérülések eséstől nem alakulhattak ki, és hogy idegen kezűség valószínűsíthető. Az ügyben egy későbbi időpontban további tanúk kihallgatására kerül sor.